Zelenszkij elnök váratlanul lemondta minden külföldi utazását. Ugye pénteken Portugáliába és Spanyolországba, Ibériai félszigetre utazott volna, találkozott volna a spanyol uralkodóval, meg a miniszterelnökkel, különféle fontos egyezményeket írtak volna alá és támogatásról, és ehhez képest hirtelen mindent lemondott, és van, akik úgy kommentálták ezt a bejelentést, hogy pánik tört ki Kijevben, részben a katonai helyzet miatt, részben pedig esetleg egy belső pucsnak a veszélyét érezheti Zelenszkij. Ugye tudjuk azt, hogy május 21-én le fog járni az 5 éves elnöki mandátuma, és utána egy jogilag is bizonytalan helyzetbe kerül, terra incognitába, nem járt, nem kipróbált terepre kerül Ukrajnának a vezetése. Ön hogy látja ezt? Én úgy gondolom, először is szeretném föltenni a kérdést, hogy miért kerül ilyen helyzetbe. Tehát ezt a helyzetet, hogy közelednek a május 21-éhez, én ezt inkább másképp mondanám. Biztos vagyok benne, hogy az ukrán vezetést meglepte, hogy idén is lesz május 21-e. Lehet, hogy azt gondolták, hogy tavaly volt május 21-e, de idén csak május 20-a lesz, és utána átugrunk május 22-ére. Tehát mit akarok ebben mondani? Azt akarom ebben mondani, hogy ez egy olyan legitimitási válság, amit előre lehetett látni hónapokkal, hosszú hónapokkal, talán egy évvel előre lehetett látni. És én úgy gondolom, hogy meg lehetett volna találni a módját annak, hogy vagy egy parlamenti szavazással, vagy egy alkotmánybírósági döntéssel valahogy, ha nem is a teljes legitimitását megteremteni annak, hogy folytatódjon ez a ciklus még egy ideig, de valamilyen alapot képezni neki. Tehát szerintem az egyetlen dolog, ami megengedhetetlen, az úgy tenni, mintha semmi nem történt volna. Hogy kérem, van egy cikke az ukrán alkotmányban, hogy a háború van, akkor lehet folytatni, és akkor folytatjuk ezt a végtelenséget. De nem így működnek a dolgok. Hát én azt hiszem, hogy a nép választott képviselőjének az egyetlen dolog, amit nem tehet meg, a saját magának ad hatalmat. Azt a hatalmat valakitől kell kapnia. Hát talán ez az egy legfontosabb dolog, még akkor is, hogyha az egész csak egy szimbolikus cselekedet. Ha lett volna egy szavazás legalább a parlamentbe, vagy az alkotmánybíróság hozott volna, vagy döntést, vagy valamilyen más testületet hoztak volna létre, amelyik valamilyen legitimitást teremt, akkor sokat segített volna ezen a dolgon. De ez a fajta pimaszság, bocsánat a kifejezésére, amivel a hatalom, és nem az ukrán hatalom, a hatalomról beszélek, a nagybetűvel, itt hatalomról, egyszerűen megy tovább, mint a régi humoreszkben, hogy robog az úthenger. Az úthenger megy tovább. Ez szerintem teljesen megengedhetetlen egy olyan országban, amelyik azt állítja magáról, hogy a demokráciának, meg a liberalizmusnak a fáklyája, mondjuk, hogy Kelet-Európában a diktatórikus Oroszországgal szemben, szerintem ez egy arculcsapás az ukrán népnek, ez a dolog, ez a fajta pimaszság. Ezt nem lehet tenni, szerintem. Ezt semmiképpen nem lehet megtenni, és meg kellett volna teremteni a keretet arra, hogy valamilyen legitimációt adjanak a Zelenszkij adminisztráció folytatásának. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, hallottunk olyan híreket is, hogy Ukrajnából, hogy az orosz áttörés többek között azt tette lehetővé, hogy mikor Dévavárát építették, akkor az asszonyt falaszták be, ahelyett, hogy a cementet, és ellopták a cementet, mondjuk. Úgyhogy ez történt a védőművekben is, és a védőművek nem a megfelelőképpen lettek kiképezve. Tehát azok az erőforrások, amiket erre irányoztak elő, azok eltűntek kézen közön, és ezt tette többek között lehetővé ezt az orosz betörést, ami egy botrány, ami mindenképpen egy botrány, különösen egy háborúban álló országban, és szerintem ez se tett jót a belső stabilitásnak. És látjuk azt, hogy az oroszok már a Spájzban vannak, láttunk egy tagadhatatlan orosz támadást, és én azt hiszem, hogy a kezdeti napoknak az optimizmusa, hogy hát az egész ez csak egy semmi, mert már sikerült is megállítani őket, meg minden, volt egy ilyen narratíva az első napokban, ez a Tom Cooper, meg a tudom én, Rob Lee, meg a szokásos gyanúsítottak, próbálták ezt elbagatelizálni. Nekem úgy tűnik, hogy Zelenszkijnek a reakciója teljesen más mond, mint amit ezek az elemzők mondanak. Mi láthattuk, hogy tegnap Antony Blinken, amerikai külügyminiszter is fölbukkant Kijevben, és hát önmagában furcsa volt, hogy egy háborúban álló országban neki éppen egy bárban gitároznia talált kedve, ez egy furcsa támogatása Ukrajnának, de milyen üzenetet hozhatott ő Amerikából Zelenszkijnek, mire biztathatta mondjuk így a színfalak mögött. Inkább amerikai érdeke az, hogy ez a háború folytatódjon, vagy hogy megpróbáljanak valami fajta
kiutat keresni. Korábban is próbáltuk ezt megfejteni. A mostani fejlemények alapján mi a valószínűbb? Ha összerakjuk ezt a puzzle-t, ezeket a képeket, összerakjuk a Blinken látogatását, azt, hogy Zelenszky ott maradt Ukrajnába, a május 21-ének a közeledését, akkor látjuk azt, hogy ezek nem jó jelek. Ezek igen baljós jelek. És nekem úgy tűnik, hogy a Blinken látogatásnak a célja az volt, hogy legalább az elnökválasztásokig megpróbálják aláducolni ezt az omladozó épületet, hogy legalább addig tartson ki Ukrajna, legalább addig ne legyen egy nagyobb összeomlás, és ezek a gitározások, meg a bár, meg minden, ezek jó pofa, ez jó pofa szimbolika, hogy azt próbálják sugallni, hogy minden rendben van, de azt, hogy Blinken a bárban gitározik, engem arra emlékeztet, hogy a zenekar a Titanicon, vagy a zongorista Titanicon zongorázott tovább, kicsit arra emlékeztet engem. A helyzet semmiképpen nem jó, és nem tudom, hogy föltűnt-e azoknak, akik követnek engem, hogy már régóta sokkal kevésbé fikázom az ukránokat, vagy az ukrán hadsereget. Tehát addig, ameddig a narratív az volt, hogy hű, milyen jól megy minden, addig érdemes volt lyukakat fúrni ebbe a narratívába. Most, hogy látom, most, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy mennyire nem mennek jól a dolgok Ukrajnába, én úgy érzem, hogy teljesen fölösleges ezt még hatványozni. És én megint csak azt tudom mondani, amit máskor is elmondtam, hogy az ukránoknak vissza kéne vonulniuk, és az egyetlen erőforráshoz nyúlni, amihez nyúlhatnak az országnak a mérete. Tehát egy ilyen késleltető taktikával megpróbálhatnak elhúzni ezt a háborút, minél nagyobb károkat okozni az oroszoknak, és fokozatosan visszavonulni, mert ha ez így megy tovább, akkor el fog pusztulni az ukrán hadseregnek a maradéka is. Volt egy kínai látogatás is itt Európában, ha már Kínára terelődött a szó. Sokan föltették a kérdést, hogy mi volt Xi elnöknek a célja itt Európában, ugye Franciaországban, Magyarországon és Szerbiában járt. Mi Kínának az érdeke Európával kapcsolatban? Ugye egyrészt egy nagyon jelentős gazdasági partner, de ugyanakkor van, aki föltételezi, hogy orosz kérésre azért a kínai elnök megpróbált némi ellentétet szítani itt Európán belül, és persze azt is látjuk, hogy holnap Putyin elnök is Pekingbe látogat, tehát zajlik Kína körül egy jelentős mozgás. Hogyan lehet ezt értékelni? Úgy gondolom, hogy a Kínának nincs szüksége Oroszországra ahhoz, hogy réseket próbáljon találni, vagy a meglévő réseket feszegetni a nyugati szövetségen belül. Nem véletlen, hogy ezekben az országban látogatott el a kínai elnök, és ez volt a politikai érdek. Ez volt a politikai érdek teljesen egyértelmű. Mondjuk, hogy ez a nemzetbiztonsági vagy stratégiai érdeke Kínának, hogy ott, ahol repedések vannak a nyugati szövetség falán, azokat a repedéseket megpróbálja feszegetni. Gazdaságilag teljesen egyértelmű, hogy Kínának az az érdeke, hogy munkalehetőségeket biztosítson a lakosságnak, teljes foglalkoztatást biztosítson, hogy fönn tudja tartani a társadalmi stabilitást otthon. Azt, hogy ezek az üzletek mennyire lesznek gazdaságilag jövedelmezőek, ez egy másodlagos szempont Kínának. A legfontosabb szempont nem a pénz, vagy nem a profit, nem a haszon, hanem a társadalmi mobilitásnak a fenntartása, és arra van szükség, hogy a kínai gazdaság dübörögjön, hogy minden kínainak legyen egy munkahelye. Tehát én ezt a két motivációt látom Xi elnök látogatásában. Teljesen másképp működik. Én tényleg nem vagyok egy Kína szakértő, de így abból, amit látok, azt látom, hogy Kínának nincsenek szövetségesei. Kína nem kötelezi el magát katonai szövetségekben különböző államokkal, nincsenek nagy barátai, talán Pakisztán az egyetlen ilyen hosszú távú szövetségese Kínának. Kínának inkább gazdasági gyarmatai vannak, vagy olyan területek, ahol a befolyását próbálja kiterjeszteni. Tehát mikor azt hiszem a 16. században volt a nagy kínai kirajzás, akkor a kínaiak nem kalmárokat küldtek, hogy tudom én 800% haszonnal térjenek vissza Kínába és meggazdagodjanak, hanem megpróbálták elbűvölni a barbárokat a határaikon túl, hogy bemutassák a kínai császár nagyságát, és ha rávegyük őket, hogy meghajoljanak a kínai császár nagysága előtt. És én azt hiszem, maradt ebből valami, ebből a kínai birodalmi, a középső birodalmi mentalitásból, és teljesen másképp működnek, mint a nyugat-európai tengerészállamok, mint a hollandok, mint a Hansa városoknak a kereskedői, mint a britek. Teljesen másképp működik ez a fajta kínai gazdasági, nem akarok imperializmusról beszélni, de terjeszkedés.
mert csak csupán azt teszik, amit a nyugat tesz, a globális dél felé, azt teszi Kína most a nyugat irányába. De én ebben a kontextusban látom a dolgokat. Én nem gondolom, hogy Kínának különösebb érdeke fűződne ahhoz, hogy ez az ukrán háború minél hamarabb lezáruljon. Én azt hiszem, hogy Kínának ez nagyon jó így, ahogy van. Ameddig nem lesz ebből a háborúból egy olyan háború, ami megbontja a világ kereskedelmének a teljes textúráját, ezen a színvonalon szerintem Kínának ez így, ahogy van, teljesen jó. És én azt hiszem, hogy azokon a helyeken, ahol látják azt, hogy képesek beférkőzni, meg vannak beférkőzni, és ez a legtermészetesebb dolog a világon. Hogy miért az oroszoknak a célja Harkovnál, megpróbálhatják-e a várost elfoglalni, ugye ez Ukrajnának a második legnagyobb városa, vagy pedig inkább arra törekednek, ahogy Stephen Bryan volt amerikai helyettes védelmi államtitkár is írt legutóbb egy cikkében, hogy folyamatosan fölőrüljék és gyakorlatilag megsemmisítsék az ukrán hadsereget. Én azt hiszem, hogy a véleményem ezzel kapcsolatban közismert már Bakhmut ostroma óta. Én azóta is következetesen állítom, hogy az oroszok, az orosz húsdarálót mindegy, az asztal melyik oldalára csavarozzuk rá. Hogy a bal oldalára az asztalnak, vagy a jobb oldalára az asztalnak. Ameddig a húsdaráló működik és darálja a húst, addig teljesen mellékes, hogy hol működik. És ez a Harkivi offenzíva, ennek az a célja, hogy egy olyan célpontot támadjanak az oroszok, amit Ukrajnának mindenképpen meg kell védenie, és ennek a városnak a megvédésére hajlandók ebbe a kohóba, vagy ebbe a húsdarálóba dobni az ukrán hadsereg legjobb alakulatait is. És én egyáltalán nem gondolom azt, hogy az oroszoknak a céljai korlátozottak vagy mérsékeltek lennének ebben a háborúban. Egyszerűen az ukrán hadsereg egészét akarják lebontani, hogy utána a maximális befolyásuk legyen arra, hogy milyen lesz a rendezés a háború után. Mikor valaki már nem tud ellenállni, akkor gyakorlatilag nincs szükség atomfegyver, egy kőbalta épp olyan halálos ellene, mint egy atomfegyver. Írt a Facebookon egy gyors elemzést arra, hogy milyen sorsdöntő trendek ismerhetők föl az ukrán háborúban, és ebből szeretnék rákérdezni arra, hogy itt elsőbb a légi hadszíntérnek a helyzetéről ír, hogy most, ha most megnézzük így a harmadik évnek az elején, mennyire változott ez meg a háború elejéhez képest, és milyen következtetés vonható le ebből? Én a háború első fél évvel után, vagy az első hónapjaiban, vagy talán abban a pillanatban, amikor a frontok stabilizálódtak nagyjából Herszon után, arra következtetésre jutottam, hogy a tengely, ami körül a háború sorsa meg fog fordulni, ez az ukrán légvédelem lesz. És már elég régóta hohogom azt, hogy az ukrán légvédelem a kifulladás szélén áll, és ez eddig nem következett be. Tehát látunk pillanatokat, mikor megroppant, vagy meggyengült az ukrán légvédelem. Olvastunk ezzel kapcsolatban híreket is, de én továbbra is fenntartom, hogy ez az a tengely, ami el fogja dönteni a háborúnak a sorsát. És láttuk, hogy a New York Times most képes volt, azt vagy a Wall Street Journal, nem tudom, kik melyik médiaorgánum közölte ezeket az adatokat, de képesek voltak számadatokkal is igazolni azt, hogy az ukrán légvédelem képessége arra, hogy drónokat lőjenek le, nem csökkent különösebben. Viszont az ukrán légvédelem képessége arra, hogy balisztikus rakétákat, meg cirkáló robotrepülőgépeket lőjenek le, különösen balisztikus rakétákat, drámaian lecsökkent. Tehát egy 80%-os sikerhányadosról lezuhantak olyan 30% köré, és gyakorlatilag ez egy rés az egri vár falán tulajdonképpen. Ez olyan, amikor egy vár falán keletkezik egy rés, amin keresztül betódulhat az ellenség, és én nagyjából itt vártam ezt a gátszakadást, mondjuk úgy pont ezen a ponton, és az idézett médiaorgánumnak az adatai szerint igen közel vagyunk ehhez. Tehát látjuk azt, hogy most Zelenszky ilyen pánikszerűen kér legalább két Patriot üteget, hogy Harkiv környékét meg tudják védeni az ukrán támadások ellen. Tehát látjuk azt, hogy nem páncélosokat kérnek, és nem csapatszállító járműveket, és nem, még csak nem is ETKMS rakétákat kérnek, hanem légvédelmi eszközöket, hogy meg tudják védeni magukat. És én továbbra is úgy gondolom, hogy ez az a front, amit érdemes figyelni, a légvédelmi front, és itt fogjuk látni a töréspontot. Ugye csere történt az orosz védelmi miniszteri poszton, ebből milyen következtetés lehet levonni?
Én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen egy bizalmatlansági indítvány avval a minisztériummal, vagy avval a stábbal szembe, akik a háborút eddig vezették. És én azt hiszem, hogy ez nem csak Oroszországnak a tapasztalata. Általában a legrosszabb hadügyminiszterek azok, akik az egyenruhás hadügyminiszterek, akik azt hiszik, hogy egyfajta ilyen szupervezérkari főnökként kell működniük. Nem ez a feladata egy hadügyminiszternek. Nem ez a feladata. Egy hadügyminiszternek nem az a feladata, hogy a vezérkarnak a döntéseit fölülbírálja, és a háború menetét irányítsa, és hogy megszabja, hogy a Józsi támadjon innen, meg a Feri támadjon onnan. Ez nem a feladata a hadügyminisztériumnak. És szerintem nem véletlen, hogy a demokratikus országokban nem nézik jó szemmel azt, hogy egy hadügyminiszter egyenruhát hord, hanem öltönyös, nyakkendős hadügyminisztereket akarnak látni. Hadügyminiszter feladata azt, hogy ő legyen a back office, hogy gondoskodjon mindarról, amire a hadseregnek szüksége van, pénz, paripa, fegyver, a jogi alapok, tehát ezekről a dolgokról gondoskodjon, de nem kell beleszólniuk a háborúnak a művelet irányításában. Nem ez a hadügyminiszternek a dolga, és én azt hiszem, hogy már maga az a mikor Sojgu tábornoki egyenruhát öltött, annak ellenére, hogy nem volt soha katona, egy pillanatig talán ő is elhitte magáról, mint Sztálin, hogy akkor ő is tábornok. De Sztálin is tábornoki egyenruhát öltött, és ez igen nagy tragédia volt az orosz tábornokok számára. Én azt hiszem, hogy mindenki maradjon a kaptafánál. A Schuster maradjon a kaptafánál, a tábornokoknak kell lenniük, a civil főközszolgálnak, miniszternek kell lenni, és kell gondoskodni ezekről a dolgokról, főleg a hadipar megszervezéséről, a hadigazdálkodásról. Ez a feladat a hadügyminiszternek, és ilyen szempontból egy közgazdász szerintem egy ideális döntés. És láttuk azt például, hogy ha ezt elviszük egész a végletekig, mint a McNamara-nak az esetében az Egyesült Államokban, aki megpróbált ilyen ipari menedzselési praktikákat átültetni a háború területére, ott igen nagy katasztrófák történtek. Hát ez a másik szélsőség, mikor valaki azt mondja, hogy nem létezik olyan, hogy katonai szakma, és ez is egyfajta management science tulajdonképpen, és a hadsereget is úgy vezeted, mint a Ford műveket. Robert McNamara Fordnak volt az igazgatója, nagy sikereket ért el, aztán egy rettenetes hadügyminiszter lett belőle. Tehát ez a másik véglet. Én azt hiszem, hogy jobb megmaradni a két pólus között, tehát megadni a császárnak, ami a császár, és ami az Istennek, ami az Isteni, az egyenruhások meg kell maradjanak a saját pozícióikba, és a hadügyminisztériumnak pedig gondoskodnia kell mindenről, amire a hadseregnek szüksége lehet.